Én azt gondoltam, amikor ebben a projektbe belevágtunk, hogy a megírása és a csillagászokkal való együttműködés az azt, hogy ők hajnali fél háromkor még tökéletesen képesek gondolkodni és projektötleteket adni, az az a legnehezebb. Véletlenül bevallom őszintén, ez most fölül tudja ezt írni. Igyekszem azért valóban tényeket és tevékenységeket bemutatni. Akkor, amikor ezt a pályázatot tavasszal kiírták, és ez a pályázati célok megjelentek, gyakorlatilag, ha most ebben a hármas felsorolásban ránézünk, bár nem volt egyeztetve a kiíró szándéka belünk, de lényegében a mi céljainkat fogalmazták meg ezeknek. Tudományos eredmények megismertetése, társadalmi elfogadottság növelése, és az utánpótlás biztosításának elősegítése a tudományos életben. Gyakorlatilag mind a három szervezet mindig is önállóan is, és remélhetőleg erre a következő két évben közösen is ezen fog és dolgozott ezen is. Az előttem szólók mindegyik elmondta már ezeket a gondolatokat, amiket én most kivetítek. Mind a három szervezet messze-messze jelentős szervezeti kultúrával bír, amely önmagában is képes arra, hogy valódi tudománykommunikációt végezzen, és ne csak a szenzációk után szaladjon, hiszen legyünk őszinték, maga a téma, a csillagászat könnyen adja a szenzációk hajlászatának lehetőségét. Biztos vagyok abban, hogy ezt el tudunk kerülni. És hát nagyon nehéz jut négy-négy kivetítve, és én most annyira kicsinek érzem magat a négy név körül, de hihetetlenül nagy dolog, hogy ennek a négy névnek és a négy név által hagyott hagyománynak mi követői lehetünk, és biztos vagyok abban, hogy meg is teszünk mindent ezért. Mind a három szervezet önállóan működött eddig, mind a három szervezet hasonló tevékenységet végzett, mégis nagyon gyorsan már a pályázat összeállításakor megtaláltuk azokat az egymást erősítő tevékenységeket és lehetőségeket, amelyeket a pályázatban sikerült be is építeni, meggyőződik, hogy ez segíteni fogja a megvalósítást, és meggyőződésem, hogy ez nagyon jól működő konzorciumként lesz képes nem csak megvalósítani ezt a projektet, hanem azt elérni, ami általában az Európai Uniós pályázatoknak célja, hogy valamit elindítson, amely fenntartható és fennmaradó tartalmat. Az előbb már említettem, és gyakorlatilag az előttem szólók mindegyike is más-más módon, de megemlítette. A legfontosabb célunk, hogy valódi tudománykommunikációt végezzünk, és lényegében a 10 évestől a 100 évesig mindenki számára közérthető módon. Ezek már azok a célok, amelyeket mi a pályázatban fogalmaztunk meg, közérthető tudománykommunikációt szeretnénk elérni, a felfedező kutatást népszerűsíteni, tudományos ismeretterjesztést végezni, általában a kutatói életpályának a bemutatását, népszerűsítését elérni, erősíteni, párbeszédet a tudomány és a társadalom között kialakítani. És természetesen a modern kor technikáját felhasználva különböző természettudományos bemutatókat tartani, logikusan megint csak a modern kor, de mégiscsak fontos, honlapot fejleszteni, egyébként ez az egyik fenntartási kötelezettségünk is, a www.csillagászat.hu lesz, hazai nemzetközi konferenciákat önállóan és közösen is megvalósítani, és az ünnepség szót hagytam a végére, remélem, hogy azért ez is meg fog jelenni a következő két évben. A célcsoportok lényegében az általunk megjelölt célcsoportok, a tevékenységeinkben megjelölt célcsoportok, természetesen az egyetemisták és a doktorandusok, az MTLI, ez a műszaki természetudományi, matematikai és informatikai szakosokat jelenti, a kutatók és a pályázatok, pontosan létezik, és a felfedezőket is természetesen várjuk. A pályaválasztás előtt
két